újból eljött karácsony. Köszönjük, hogy mi is itt lehetünk a te jelenlétedben. Hálát adunk, hogy egész évben velünk voltál, megőriztél. Uram, szeretnénk ráhangolódni erre az ünnepre, és főleg az ünnepeltre, Jézus Krisztusra. Vele szeretnénk találkozni, és neki szeretnénk helyet készíteni a szívünkben. Szeretnénk azt, hogyha most a szívünk lenne számára az a jászol, amelyben ő megszülessen. Úr Jézus, ezért most félre lépünk, és félre nézünk, és csak egyedül rád akarunk nézni egyedül, és el akarunk fordulni a világ zajától, azoktól a nehézségektől, amik történtek az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben a földünkön, a világunkon. Annyi rossz hír, annyi gyilkosság, annyi robbanás, annyi rossz indulat és rossz akarat, de köszönjük, hogy nálad van a békesség forrása, és te vagy a szeretet forrása is. Urunk, ezért veled szeretnénk találkozni, mert köszönjük, mert tudjuk azt, hogy te nem változtál meg. Ugyanaz vagy, aki voltál a múltban, és leszel mindörökre. Köszönjük, hogy te megtalálható vagy ma is. Ezért arra kérünk, hogy áld meg a mi együttlétünket, áld meg ezt az estét, áld meg minden szolgálatot, áld meg a te igédet, áld meg, Uram, a szívünket, mert szeretnénk vele találkozni, szeretnénk rád figyelni. Áld meg a gyerekeket is, az ő szolgálatukat, köszönjük, hogy velük együtt ünnepelhetünk, köszönjük, hogy ők is itt lehetnek velünk, mert te szereted őket, és meg akarod őket is áldani. Legyen, Uram, mindenért áldott a te neved, és köszönjük, hogy többet teszel a mi kérésünknél, köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy meglátogatsz bennünket, köszönjük, hogy foglalkozol velünk. Legyen tied a imádat és a hódolat, most is mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet is. Amit Máté evangéliuma szerint találunk megírva, és ebből fogjuk most elolvasni. Máté evangéliuma első rész 18-as versétől olvassuk a 25-ös versig. Máté evangéliuma első fejezet 18-as versétől olvassuk az igét. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogan méhében. Fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Amen. Foglaljunk helyet. Thank you.
használta a karácsonyi dísztésre? Szeretek karácsonyra készülődni. Ez a kedvenc időtöltésem az évben. Segít ráhangolódni a karácsonyra. Igen, azt hiszem. Ez a sok kacat csak megtölti a házat és az utamba lesz. Gyerekek, nagyon örülök, hogy ilyen izgultak vagytok. De emlékeztetek el arra, hogy ezek a kacatok emlékeztetnek minket valamire. Hogy érted ezt, anya? Miért ünnepeljük a karácsonyt? Mert Jézus szülinapja. Arra emlékezünk, hogy Jézus földre jött, mint gyermek. Ez így igaz. Akkor miért kell díszíteni? Igen, miért kell az egész állat megtölteni ezzel a sok kacattal? Nos, gyertek, beszélgessünk egy kicsit ezekről a tárgyakról és arról, hogy mit is jelentenek. Kezdjük a fenyőfával, amit feldíszítünk. A fenyőfa, amit karácsonykor feldíszítünk, örökzöld. Az örökzöld azt jelenti, hogy nem hullatja el a leveleit, hanem mindig zöld marad. Nem lesz alvófa télen, ahogyan a többi fa. A zöld szín az új életet jelképezi, és a tűlevelek mindig felfele az ég fele mutatnak. A fenyőfa Jézus Krisztus által örök életünket jelképezi. Olyanok kell lennünk, mint az örökzöld fa. Mindig élettel teliek és éberek a keresztény életben, kezünket az ég felé emelve. Mert az Istentől származó kenyér az, aki a mennyből száll le és életet ad a világon minden embernek. János 6.33. Ezt nem vettem eddig észre. Én sem. Azt hittem, csak egy egyszerű fa. Ja, nem gondoltál volna, hogy valamit jelent. Mit jelent a többi dolog? Mit szóltok a karácsonyfa díszekhez? A karácsonyfa díszekkel a fát díszítjük minden évben. Az emberek a tökéletességre törekszenek. Tökéletes díszeket keresnek, amivel feldíszíthetik a fát. A karácsonyfák nem lenne teljes a díszek nélkül. Ezek a díszek az áldásokat jelképezhetik az életünkben. A mi életünk sem lenne teljes Isten áldásai nélkül. Mindenünk, amink van, annak köszönhető, hogy Isten annyira szeret minket, hogy szeretné az életünket az ő áldásaival elárasztani. Ahogyan minden dísznek különböző formája és nagysága van, ugyanúgy az áldásoknak is. Isten mindig a legmegfelelőbb áldásokat választja ki számunkra. Amikor legközelebb a fádat díszíted, és a díszeket sorban a fára teszed, gondolkodj el egy-egy áldáson, amivel Isten megajándékozott. Valószínűleg a díszek hamarabb fognak elfogyni, mint az áldások, amelyeket fel tudsz sorolni. Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istentől az Úrtól, aki adja azt neked. 5 Mózes 16-17. Áldások! Olyan sok áldásban részesülünk. Van házunk, és van családunk. Nehéz felsorolni minden áldást, amit Isten adott nekünk. Oké, akkor azt hiszem nem is ilyen rossz ez, és szépen is néz ki. Olyan sokban még beszélgessünk az égőkről és a gyertyákról. Az égőket és a gyertyákat világításra használjuk. Amikor egy szobában nincs fényforrás, sötét van. De ha van egy kicsi fény a szobában, a szoba világos lesz. Lehet, hogy nagyobb a sötétség, de a fény legyőzi azt. Mi is lehetünk gyertyák a sötétséggel teli világban. A fényünket meg kell osztanunk a világgal, mert így terjed szét. Ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére épített várost sem lehet elrejteni. Ugyanígy, aki olajmécses gyújt, nem a kosára leteszi, hanem a mécs tartóra, hogy mindenkinek világítson, aki a házban van. Máté 5.14-15. Szeretem az égőket. Olyan szépek. Gyertek, tegyünk még több égőt. Ezt eddig nem tudtam. Azt hiszem, soha nem tudtam azt, hogy mi vagyunk Isten fényei. Pontosan. Gyertek, tegyünk ezeket a harangokat is a fára. A harangok azért szólalnak meg, hogy az elveszett bárányokat visszavezessék a nyárhoz, azt jelképezve, hogy mindenki értékes Isten szemében. Jézus a mi pásztorunk, aki életét adta értünk, hogy örökké élhessünk vele a mennyben. Arra hív bennünket, hogy kövessük őt az ő igéjén keresztül. Meg fogod-e hallani? Mit gondoltok, ha valakinek van 100 jója és az egyik eltéved, mit fog tenni az az ember? Ott hagyja a legelőn a 99-et, hogy megkeresse azt az egyet, amelyik elkóborolt. Máté 18.12. Én vagyok a jó pásztor, aki életét adja a juhokért. János 10.11. A harangok olyan szépen szólnak. Szeretem őket hallgatni.
Jézus a mi pásztorunk. Mi vagyunk az ő juhai. Megkeresne engem is. És szereti a karácsony anyukát. Én! Gyertek, tegyük ezeket is a fára. A karácsonyi nyalóka sok mindent jelent. Különlegesen tartjuk, olyan, mint egy pásztorbot. A pásztorok voltak azok az emberek, akik láthatták Jézust kisbabaként Betlehemben. A fejjel lefele tartjuk a nyalókát, olyan, mint egy J betű. Jézus neve is J betűvel kezdődik. A cukorbot színeinek is vannak jelentései. A piros Jézus vérét jelképezi, amely kifolyt értünk a kereszten, a fehér pedig Jézus tisztaságát jelképezi. Egyes cukorboton három piros csík van. Ezek a csíkok a Szent Háromságot jelképezik, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Ki gondolta volna, hogy egy egyszerű, finom cukorka is jelképezheti Jézust és a születését? Fiút szül majd, akit nevezzel Jézusnak, mert ő fogja népét megszabadítani bűneikből. Máté 1.21. Ez nagyon finom. Szeretem ezt a részét a karácsonynak. Annyi mindent jelent. Úgy látszik, mindennek van oka, amit teszünk. Most már látom, ezeknek a katatoknak van értelme. Örülök, hogy most már, hogy most már más szemszögből is látjátok ezeket a tárgyakat. Van még pár csillag, amit a fára kellene tennünk el. A csillag a beteljesült profécia égi elét jelképezi. A ragyogó csillag remény nyújt az emberiség számára. Ez a csillag vezette a bölcseket a kis Jézushoz. Ezek a bölcsek sokat utaztak a csillagot követve. A csillag volt az iránytű a szabadító felé. Isten a bölcsek számára az utazási ügynököt jelentette, aki elvezette őket a legnagyobb célállomáshoz, amit az ember el tud képzelni, és ez nem más, mint a szabadító. Nekünk most az ő igéje maradt meg iránytűként, ami elvezet minket a mennybe, hogy vele lehessünk. Követni fogod-e őt? A csillag, amelyet már keleten is láttak, előttük ment, majd megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor a bölcsek meglátták a csillagot, nagyon megörültek. Máté 2.9.10. Tették azt, hogy a csillag volt az iránytűjük. A csillagot követve eljuthattak Jézushoz. Biztos egy klassz utazásuk volt. Örülök, hogy van Bibliánk, ami vezethet minket utunkban. Igen, Isten igéje vezet minket Jézushoz. Nos, a karácsonyfát már majdnem készen is van, már csak az agyakamarát, amit a fa tetejére teszünk. Képzeld el, hogy te most egy alázatos pásztor vagy, aki a bárányaira vigyáz. Ez az este is ugyanolyan, mint a többi. Aztán egyszer csak megjelenik egy angyal az égen, aki a szabadító születését hozta neked hírül. Miért küldött Isten egy angyalt pont a pásztoroknak? Mert a hír, amit Isten hozott számunkra Jézus születéséről, mindenkinek szólt. Nem csak az igazaknak, nem csak a zsidóknak, mindenkinek. Isten a legalacsonyabb rendű embereket választotta ki először, hogy elmondja nekik az ő fia születését. Isten a szívet nézi, nem azt, hogy ki vagy mi vagy a világ szemében. Egyszer csak megjelent előttük az Úr egyik angyala, és az Úr dicsősége körül ragyogta őket. A pásztorok nagyon megrémültek, de az angyal ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert nagy örömhírét hoztam, amelynek minden ember örülni fog. Ma megszületett nektek a szabadító a Dávid városában. Ő a Krisztus az Úr. Lukács 2.9.11. Nagyon szép a mi karácsonyfánk. Semmit nem változtatnék rajta. Az angyal olyan volt, mint Isten hírnöke. Az angyal hozta a jó hírt Jézus születéséről. Wow, ezt nem tudtam. De mi van akkor a többi katattal, amivel a házat díszítjük ki? Nos, beszéljük egy kicsit a magyarról, amit ezt fel tesszük el. Láthatjuk ezt a sok-sok magyart a karácsonyi díszítésben. De tudjuk azt, hogy valójában mit is jelent? A levelei a töviskoszorút jelképezik, amit Jézus fejére tettek, amikor keresztre feszítették. A piros bogyók az ő vérét jelképezik, ami érettünk folyt ki. Jézus némán törte a csúfolódást, a fájdalmat, a szégyent. Mindezt érted és értem. A következő díszítésnél, amikor magyart látsz, emlékezz arra, hogy mit tett Jézus érted ahhoz, hogy neked örök életet ajándékozhasson. Tövises ágakból koszorút fontak és azt nyomták a fejébe, jobb kezébe meg egy nácálat adtak, ezután csúfolkodva letérdeltek előtte és így gúnyolták. Ilyen a zsidó királya. Máté 27.29.
Csodálatos az, amit értünk tett. Áldottnak érzem magam, mert ismerhetem. Mi mindenen kellett keresztül menjen értem. Azért jött a földre, hogy meghalljon értem és érted. Ez egy csodálatos dolog, amire karácsonykor emlékezhetünk. Ezután ezt a koszorút az ajtóra fogjuk függeszteni. A koszorúnak örökzöld ágai vannak, amelyek körkörösen futnak, tehát a koszorúnak nincs eleje és nincs vége sem. Ugyanúgy, ahogy Jézus örökké tartó szeretetének sincs eleje se vége. Úgy, ahogy a koszorú sem változik meg, ugyanúgy Jézus is ugyanaz marad végig. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Zsidókhoz írt levél 13:8. Tetszik az, ahogyan az ajtónkat díszíti. Ez teszi a házak teljessé. Úgy jó tudni, hogy ő soha nem változik meg. Nem tudtam, hogy ennek is van jelentése. Ez egy csodálatos dolog, amire emlékezhetünk, hogyha felnövünk, és megváltozunk, ő akkor is ott lesz mellettünk. De mi van az ajándékokkal? Azoknak biztos nincs jelentőségük. Hát akkor meg fogsz lepődni. Napjainkban az emberek elfelejtették a karácsony igazi jelentését. A legtöbb ember azt gondolja, hogy ajándékot kapni a legjobb dolog a karácsonyban. Mások azt gondolják, hogy az ajándékuknak semmi közük nincs a karácsonyhoz. Nos, mindketten tévednek. A bölcsek elmentek meglátogatni a kis Jézust, és ajándékokat vittek neki. Aranyat, töményt és mirhát. Aranyat adtak neki, ugyanúgy, ahogy a királyoknak adót adtak. Töményt, mint ahogy Istent a töményfüstével tisztelték. Mirhát, mint valakinek, aki meg kell halljon, úgy, ahogy a halott embereket is mirhával kenték meg temetéskor. Ezek a bölcsek meglátták a kisgyermeket és hitték, hogy ő egy király, Isten, és hogy meghalna értünk a bűneinkért. Hogyan lehet, hogy a mai élő emberek, akik mindezekről hallanak, mégsem hiszik el? Bementek a házba és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak a gyermek előtt és imádták őt. Felnyitották kincses ládáikat és ajándékokat adtak a gyermeknek. Aranyat, töményt és mirhát. Máté 2:11. Szeretek ajándékokat kapni. Nem tudtam, hogy ezért adunk ajándékokat. De Jézus a legnagyobb ajándék számunkra. Tényleg az. Nem tudtam, hogy a bölcsek ajándékainak jelentőségük van. De mi van az ajándékcsomagolásról akkor? Azt csak mit látok ki, ugye? Igenis nem. A szalagoknak a jelentésük is van, amire érdemes lenne emlékezni. Sokan rengeteg időt eltöltenek az ajándékok csomagolásával. Szalagokat, virágfüzéreket és masnikat használnak arra, hogy az ajándékaik a lehető legszebbek legyenek. Nem veszik észre azt, hogy a csomagolásnak nagyobb jelentése van, mint az ajándéknak. A masni összeköti a szalagokat, ugyanúgy, ahogy a Jézus is összeköt minket, keresztényeket az ő szeretetében. Lehet, hogy nem vagyunk mindegy családban, de Isten családjához tartozunk. Jézus a szalag, ami összeköt bennünket. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé. Kolossaiakhoz írott levél 3:14. Azt hittem, a csomagolás arra van, hogy elrejtse, ami belül van. Nem gondoltam, hogy megvan a saját jelentése. Tényleg, sok minden van, amin el kéne gondolkozni. Gondolom, most már másképpen kéne néznem a dolgokat. Az biztos, soha nem tudtam, hogy ezeknek a kacatoknak jelentőségük van. Az emberek tényleg megoldódnak, amikor a karácsonyi felhajtásra van szó. Budik, ajándékozások, rengeteg teendő és feladat. Pedig arra lenne igazán szükségünk, hogy lassítsunk egy kicsit, és élvezzük az ünnepnek minden pillanatát, emlékezve annak igaz jelentésére. Mi kér egy kis sütíze? A sütinek biztos nincs jelentősége. Ó, meglepődni, ha mégis lenne. A sütemények készítése a legkedveltebb karácsonyi időtöltés a legtöbb családban. A süti formát arra használják, hogy a tésztát darabokra vágják. Isten nem használt ilyen formát, amikor minket teremtett. Ő mindenkit egyedinek és különlegesnek alkotott. Isten a fazekas, mi pedig az agyag. Ő a saját képmására szeretne formálni bennünket.
Nekünk csak formázhatónak kell lennünk, és arra kell törekedjünk, hogy őt kövessük. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint egy fazekas? Így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Jeremiás 18:6. Nagyon jó volt ez a jelenet. Én magam nagyon élveztem. Ez egy különleges jelenet volt. Nem az a hagyományos, amit megszokhattam talán évről évre. Megjelentek a pásztorok, meg a bölcsek, meg József és Mária. Igen, az a klasszikus karácsonyi jelenet. Ez valami különleges volt, de szerintem nagyon-nagyon tanulságos volt. Én magam is nagyon sokat tanultam tőletek. Köszönjük, gyerekek, az Úr áldjon meg benneteket. Akkor most énekeljünk együtt, úgyból egy közös éneket. Elképzelést, és azt gondoltam magamban, hogy jó, akkor a mai igehirdetésemet ezzel fogunk kezdeni. És amikor ma beszéltünk otthon a családban, a mai együttlétről, a mai szolgálatról, és főleg a gyerekek jelenetéről, akkor rájöttem arra, hogy igazából ők ugyanazt elmondták most az előbb a jelenetben, amit én is szerettem volna elmondani. Kicsit másképp igaz, de sok közös elem van az én történetemben és a gyerekek jelenetében. De mégis el akarom tehát mondani, mert úgy gondolom nem egészen ugyanaz, és talán jó lesz, hogyha kicsit más szemszögből is hallják a gyerekek is, meg mi felnőttek is ezt a történetet. Egy álomról van szó. Tudjátok, gyerekek, szoktunk álmodni, ugye? Az álom az még nem valóságot jelent. Az álom nem valóság. Az álomban történhetnek olyan dolgok, amelyeknek közük van a valósághoz. Sokszor olyan megtörtént dolgokat dolgozunk fel a tudat alattinkban, ami ugye napközben foglalkoztat bennünket, és akkor az úgy az álomban megjelenik. Tehát az álom az nem valóság, de lehetnek valós részei, valós elemei. Képzeljétek el, hogy egy bácsi, maradjunk így, álmodott. És azt álmodta, hogy este, amikor a családja már lefeküdt, és egyedül maradt fenn a dolgozó szobájában, még egy kicsit olvasott és imádkozott, akkor egyszer kopogást hallott
az ajtón. Kinyílok az ajtót, és nagy meglepetésére egy piros ruhás, nagy fehér szakállú öreg ember puttonnyal a hátán jelent meg. Tudjátok ugye, hogy szokták nevezni ezt az embert? Télapú, Mikulás, és ehhez hasonló, ugye? Most képzétek el, hogy az álomban ez történt. Behívta, és leültette. Beszélgettek, és azt vette észre a bácsi, hogy a télapó szeme könnyes volt. És megkérdezte, hogy miért sírsz. És a következő dolgokat mondta el. Szeretném, hogyha elmondanád a gyerekeknek, ugyanis azt kifelejtettem, lehet, hogy lényeges a történetből, hogy ez a bácsi nem akárki volt, egy lelkipásztor volt, aki éppen a következő ünnepre készült, és a prédikációját készítette. És azt mondta ez az érdekes ember, aki megjelent előtte, hogy azt szeretném, hogy holnap, amikor prédikálni fogsz, és mivel szenteste volt, és a gyerekeknek szeretett volna prédikálni, és akkor azt mondta, hogy szeretném, hogyha holnap este kimondottan a gyerekeknek üzennél. És mondd el azt, amire én szeretnélek most téged megtanítani. Mondd el a gyerekeknek! Mondd el a gyerekeknek a karácsony jelentőségét. Mondd el a gyerekeknek a karácsony eredeti történetét. Mondd el a lényeget. Mondd el a legfontosabbat. És utána belenyúlt a táskájába, és kivett egy fenyőfát. Ti is beszéltetek a fenyőfáról, ugye? És tűnődtetek azon, hogy a fenyőfának igazából mi a szerepe, és mi a mondani valója. Önmagában csak egy fa, bár különleges, és tudjuk azt, hogy ugye zöld fenyő, különlegesek a levelei, a tűje, és mindennek szimbolikája van, mindennek jelentősége van. Ugye az örök zöld, a zöld szín a reménységet jelképezi. A reménység a Bibliában egy fontos dolog. A Biblia reménységről beszél. Jézus Krisztus reménységet hozott erre a földre. A proféciák, amelyek Jézus Krisztusról szólnak, és amelyek már beteljesedtek, az már nem reménység, az már valóság. De amelyek ezután fognak beteljesedni, az mind reménységre épülnek, és mi reménykedhetünk abban, hogy amit Isten igéje mond, amiről a karácsony üzen, és amiről a karácsony prédikál, az mind igaz, és mind beteljesedik. Aztán kivett egy csillagot is a zsákjából. Ha jól emlékszem, a csillagról is beszéltek. És a csillag is üzen valamit, mond valamit. A Bibliában is megjelenik a csillag, már az Ószövetségben legyik ószövetségi próféta látott egy csillagot. Méghozzá azt mondta, hogy csillag támad Júdában. Jézus Krisztus Júda nemzetségéből származik. A csillag, aki nem más, mint maga Jézus Krisztus, Júdában született. És emlékeztek? A karácsonyi történetben benne van a csillag is. A napkeleti bölcsek mit vettek észre hirtelen az égen? Egy különleges csillagot. Egy olyan csillagot, amit addig nem láttak. És elindultak a csillag után, és követték a csillagot, és a csillag elvezette őket Betlehembe. A csillag Jézus Krisztust jelképezi. A csillag az utat mutatja. A csillag a szabadítóról szól. Aztán ez az ember kivett a táskájából, vagy a zsákjából, a puttonyából egy gyertyát is. A gyertyáról is szó volt már ma este. Mit is jelképez a gyertya? Most én fogok visszakérdezni, lássuk, hogy emlékeztek a történetre. Na mit szimbolizál a gyertya? Vagy azok a fények, azt hiszem, hogy így mondtát ott. Na mit? Nézzétek, van világosság ebben a teremben? Van? Égnek a villanyuk? Az égünk? A neonok? Jó?
Jobb lenne a sötétben? Nem lenne jó a sötétben, ugye? Jobban érezzük magunkat, ha világosságban. A világosság szintén Jézus Krisztusról beszél. Maga Jézus mondta azt, hogy én vagyok a világ világosság. Ki engem követ, nem jár a sötétségben. A gyertya is Jézusra mutat, és Jézusról beszél, mint a világ világosságáról. Aztán beszélhetnék még a fűzérről is, meg az angyalról is, meg a csengőről is. Ezekről is mind beszéltetek. Én rövidítem a történetemet, és tovább megyek, és most már rátérek a lényegre. Amikor mindezeket előszedte az ember a zsákjából, és mind-mind megmutatta a lelkipásztornak, és témát adott neki a holnapi prédikációjára, történt még valami. Emlékeztek? A történet úgy kezdődött, hogy könnyes volt a szeme. És a történet végén ezek a könnyek eltűntek, és kiült az arcára a gyermek és a mosoly. És újból arra emlékeztette a lelkipásztort, hogy mondd el a gyerekeknek, mondd el a gyerekeknek, hogy a karácsony nem rólam szól. És a karácsony nem önmagában a karácsonyfáról szól, meg a gyertyáról, meg a fűzérről, meg a csengettyűkről, meg az angyalról, meg a csillagról. Ezek mind a lényegre mutatnak. Emlékeztek arra az illusztrációra, amikor valaki felsorolta ezeket a dolgokat, amelyek mind részei valamilyen szinten a karácsonyi ünnepnek, és vegyük fel, hogy mivel ezek csak jelképek, önmagukban semmit nem érnek. És így van, nem csak feltevés ez a valóság. Önmagukban semmit nem érnek. És olyan, mintha egy nullát írnánk mindegyik mögé. Nulla, 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 a karácsonyfa nulla, a gyertya nulla, a csengő nulla, az angyal nulla, a fűzér nulla. De hogyha ezt megtöltjük tartalommal, vagyis ha a nullások elé egy egyes tesszük, akkor megváltozik a lényeg, megváltozik a szám, megváltozik a vége, megváltozik az eredmény. Ó, hatalmasat. Például, ha a 6 nullás elé teszünk egy egyest, akkor az már egy millió. Értjük, testvérek, mi a lényeg? És mi a mondani való is az üzenet? A karácsony tele van szimbólumban. A karácsony tele van jelképpel. Vannak bibliai jelképek, és vannak olyan jelképek is, amelyeket az évszázadok során a keresztény egyház hozzáadott. Nem biztos, hogy önmagában ezek rossz dolgok. Semleges dolgok. Maradjunk ennyit. De önmagában a jelképek semmit nem érnek, ha elveszítjük a lényeget. Ha szem elől veszítjük a lényeget, a tartalmat, ami a legfontosabb, vagyis Jézust. Hiszen a fenyőfa Jézusra mutat. A csengő Jézusra mutat. A gyertya Jézusra mutat. Az ajándékok Jézusra mutatnak. A gömbök Jézusról beszélnek. Mondd el a gyerekeknek. Mondd el a gyerekeknek, hogy Jézus tegyék karácsonykor a főhelyre. Mondd el a gyerekeknek, hogy még a télapó is, vagy nevezhetjük bárminek és bárkinek, csak egy szolga, akinek az a dolga, hogy Jézusra mutasson. Akinek az a fő szerepe, hogy Jézus prédikálja. Mondd el a gyerekeknek, hogy minden ember Jézus előtt meg kell hajtsa önmagát. És minden ember az a fő dolga ezen a földön, hogy Jézust, a királyok királyát, az uraknak urát imádja, dicsőítse és előtte hódolja.
Gyerekek, először hozzátok szerettem volna szólni ma este. És röviden ennyit akarok nektek mondani, hogy az ünnep Jézusról szól. Van-e hely a szívetekben Jézus számára? Nem volt ma még szó a jászolról, pedig az is egy jelkép. Jézus a jászolban született, egyszerűen azért, mert nem volt számukra hely a vendégfogadó háznál. Jézus nem egy ágyban született. És nem egy ágyba, egy kényelmes, meleg ágyba fektették, hanem egy jászol. Tudjátok, hogy a jászol mit jelképez? Bibliai jelkép. A szívünket jelképez. Ahogyan Jézus akkor a jászolban született, ugyanúgy kell Jézusnak megszületnie a ti szívetek jászolán. Arra bátorítalak benneteket, és kérlek titeket szeretettel, hogy tegyetek meg mindent, hogy a szívetek egy olyan jászollá változzon ezen az ünnepen, akár ma este, amelyben Jézus Krisztus megszülethet. Készek vagytok erre? Akarjátok ezt? Hajlandók vagytok erre? Hát ti, kedves szülők, felnőttek! Szeretnétek, hogy Jézus Krisztus megszülessen a szívetekben? Ez a karácsony lényege. Ez az ünnepnek az üzenete. Nincs ennél fontosabb. Lehet, hogy ez nem olyan csillagú, mint a karácsonyfa, meg nem olyan érdekes, mint a négy adventi gyertya, de ez a lényeg. Ez az ünnepnek a legfontosabb része. És kedves barátom, testvérem, ezt kívánom a te számodra is. Bárki légy, hogy Jézus Krisztus megszülessen a szívedben. Tegyél meg mindent ennek érdekében. Kérd ezt, akard ezt, keresd ezt, vágy el! És hogyha igazán keresed, és akarod, és vágysz erre, ez megtörténhet. És akkor számodra az ünnep már nem jelképes dolgokból fog állni, hanem megtaláltad a valóságot. Megtaláltad a legfontosabbat, a legértékesebbet, azt, amit senki el nem vehet tőled. Amely akkor is a tied marad, ha karácsony elmúlik. Mert karácsony ünnepe holnap után el fog múlni. Vége az ünnepnek. Hazamegyünk, és újból folytatjuk a szürke hétköznapjainkat. Elmúlik karácsony, vagyis az ünnep. De ha Jézus ott van a szívedben és az életedben, akkor nem múlik el a számodra karácsony, hanem mindig. Ha tetszik, hanem mindig karácsonyod lesz. Mert Jézus számára ott van a szívedben a hely, a jászol. És abból a jászolból majd trónszék emelkedik. Amely szintén azt jelképezi, hogy nem a kis gyermek Jézus van immár az életedben és a szívedben, hanem a király Jézus, aki uralkodik az életünkben. Aki vezet minket, aki irányít minket, nem mi őt, hanem ő bennünket, és ő beleszól a hétköznapjainkba, nem azért, mert rosszat akar nekünk, hanem pontosan ellenkezőleg azért, mert nagyon szeret minket, és minden esetben a javunkat akar. De szeretnék a felnőttekhez is szólni. Nem mintha eddig az, amit mondtam, nem szólt volna a felnőttek számára is, hiszen, hogy a karácsonyi üzenet ugyanaz a gyermekeknek, mint a felnőtteknek, csak lehet, hogy más módon van elmondva, de a lényeg ugyanaz. Testvéreim, kedves barátaim, mit jelent számotokra, mit jelent számunkra karácsony? Ki tudja, hány prédikációt hallottál már karácsonyról, vagy karácsonykor? Ki tudja, a hanyadik karácsonyod ez már, amióta élsz, vagy amióta Isten gyermeke vagy, gyülekezetbe jársz rendszeresen, minden karácsony estét, minden karácsonyi Isten tiszteletet itt töltesz az imaházban. Ki tudja, hány prédikációt, üzenetet hallottál már? Ki tudja, hányszor olvastad már a karácsonyi üzenetet a Bibliából? Máté evangéliumából, Lukács evangéliumából.
senki nem tudja megmondani. És lehet, hogy ma újból ezt kell hallanod. És holnap ismét. A kérdés az, hogy tud-e nekünk valami újat mondani az Úr? Tudod, testvérem, ez nem a lelkipásztortól függ. Nem a körülményektől függ, nem a gyerekek szolgálatától függ, és nem az énekkar szolgálatától függ, és nem a díszlettől függ, és nem a hangulattól függ, és nem az épülettől függ. Hanem ez tőled és tőlem függ. És újból visszatérek a jászolhoz, illetve a szívhez. Minden attól függ, hogy mi van a szívünkben. És mivé változik át ezen az ünnepen a szívünk? Jászollá, amelyben Jézus megszülethet? Jászollá, amelyben az ige megszülethet? Jászollá, amelyben az isteni üzenet, a friss isteni üzenet, mondani való, vezetés, reveláció, gondolat, igazság, ami Istentől jön, nem embertől jön, nem egy lelkipásztortól jön, hanem Istentől magától jön. Tudod-e fogadni? Tudjuk-e fogadni? Ez a legfontosabb. Testvéreim, vajon készültünk erre? Ma megkérdeztem a fiaimtól, és megkérdeztem a családom tagjaitól is. Amikor láttam, hogy mindenki készül, én is megvallom őszintén, készültem. Sokféle módon és sokféle értelemben. De aztán megkérdeztem őket is, és most megkérdezek benneteket is. Testvéreim, tudom, hogy készültek, tudom, hogy a házatok rajuk, tudom, hogy minden a helyén van, tudom, hogy bőséges lesz az esti vacsora, miután innen hazamegyünk. És jut holnapra is, és holnap utánra is. És azt is tudom, hogy gyönyörű a karácsonyfátok otthon, és lehet, hogy a karácsonyfa alatt csodálatosabb ajándékok vannak, mert készültek, mert készültünk. És lelkileg is készülti? Készítetted a szívedet, mint jászolt Jézus számára? Erre gondoltál? Erre hangsúlyt fektettél, és hangsúlyt fektetsz ezen az ünnepen? Fontos neked ez? Mert minden más csupán jelkép. Önmagában semmit nem ér. Nulla, 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 nulla. De hogyha ezek elé Jézus kerül, ott lesz Jézus, az ünnepelt. Az, akinek a születésnapját ünnepeljük, és őt semmiképpen nem akarjuk kihagyni. Ha ott lesz ő az első helyen, a legfontosabb helyen, akkor minden, ami önmagában csak jelkép, önmagában csak egy tárgy, önmagában csak egy dolog, értéket fog kapni. Jézus miatt, Jézus személyére nézve, a megváltóra nézve, a szabadítóra nézve, aki nekünk született egy ilyen napon. Nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Íme a szűz fogan mélyében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ismered-e Jézust, mint szabadítót? Elhitted-e már azt, hogy Jézus által, Jézusban, Jézussal az Isten, a Teremtő Isten, a Mindenható Isten veled van, benned van, az életedben, a szívedben, a lelkedben, a hétköznapjaidban, a család életedben, az üzleti életben, bárhol, amit csinálsz nap mint nap, a hétköznapokban, ott van Isten, veled van az Isten, mert te vele vagy, mert te elfogadtad őt. Mert helyet készítettél a szívedben Jézus számára. Ez a legfontosabb. Ez az ünnepnek az üzenete. Ez az, amit 2000 év óta hirdetnek. Hirdet az egyház, hirdet a gyülekezet, hirdetnek a gyerekek, hirdetnek az angyalok. Ez az az üzenet, amely nem avult el. Ez az az üzenet, amely áll. Függetlenül attól, hogy mi történik a világunkban. Hogy háborúdunk, hogy robbantások történnek, hogy merényletek vannak, hogy gyerekek és ártatlanok esnek áldozatul. Jézus által velünk van az Isten.
Jézus által veled akar lenni az Isten. Hallottad ezt a történetet? Hiszel-e az angyalnak, amint a gyerekek énekelték? Hiszel-e az igének? Hiszel-e a karácsonyi üzenetnek? Szeretnélek bátorítani, szeretném mondani, nem csak a gyerekeknek a történet szerint, hanem a felnőtteknek is, mindenkinek, aki ma este itt van. Higgy az igének. Higgy Jézus Krisztusnak. Higgy Jézus Krisztusban. Legyen helye a szívedben az ő számára. Legyen ő az első az életben. Legyen ő a legfontosabb. Engedd, hogy ő maga töltse meg tartalommal, igazi jelentéssel az életedet. Segítsen erre az Úr mindnyájunkat, ezt kívánom. Amen. Amen. Thank you.
üzenem mindenkinek, hogy a kölcsök csoportja most is útra kell. Elég nekik a régi jel. Igen, a kölcsök csoportja ma is útra kell. Elég nekik a régi jel. Üzenem mindenkinek, mondani akartatok, hirdetni akartatok, ugyanis én ezt az éneket már egy néhány hete, minden hétfő este szoktam hallani, ugyanis az énekkar most ugye télen ott a bibliórai teremben készül, pontosan alattunk, én fölöttetek vagyok, és hallottam, csak nem tudtam kivenni ugye a szöveget, a plafonon keresztül nem hallatszik, csak annyi, hogy üzenem mindenkinek. Üzenem, ezt állandóan hallottam, de annyira átjárta a lelkemet, és másnap is dudoráztam magamban, üzenem mindenkinek. Hát örülök, ha meghallottam én is, hogy mit üzen az énekkar. Na, üzent a lelkipásztor is a gyerekeknek, üzent az énekkar is mindenkinek. Remélem, hogy volt fülünk meghallani, szívünk, befogadni a lényeget, a legfontosabbat. Az Úr áldjon meg mindenkit. Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Szeretettel köszöntök mindenkit, én is. Nagy-nagy szeretettel ezen az ünnepen hirdetem, hogy holnap is Isten tiszteleteink lesznek. Délelőtt 10 órától, délután pedig 6 órától mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A holnapi alkalomra is, másodnapján délelőtt nem lesz Isten tisztelet, de délután 6 órai kezdettel újból lesz. Mi egy néhányan fiatalok a körzetben leszünk Füzesen és Gertenyesen, majd másodnapján, tehát hétfő délután. Kovács testvérék üdvözölnek bennünket, Hertelendi falváról ma beszéltem én is velük telefonon, és nagy szeretettel gondolnak ránk, és üdvözölnek bennünket, áldott ünnepeket kívánnak. Ugyanakkor szövetségünk vezetősége részéről is, e-mailben, telefonon is kaptam üzenetet, hogy üdvözlik szeretettel a temesvári gyülekezetet, és áldott ünnepeket kívánnak számunkra. Mi is köszöntjük vendégeinket, Vad Leventét és kedves családját, Magdiékat, Olaszországból, kedves férjeddel, az Úr áldjon meg benneteket, örülünk, hogy jól láthatunk titeket. Mindenkinek kívánunk áldott karácsonyt, boldog ünnepeket, szeressük és kövessük az ünnepeltet Jézus Krisztust, a világ megváltóját. Üzenetet. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy te vagy az ünnepelt, és így akarunk rád gondolni most is, és azután is, hogy innen hazamegyünk, téged akarunk ünnepelni, téged akarunk szolgálni, téged akarunk követni. Köszönjük, hogy te hoztál értelmet az életünknek, miattad van életünknek, földi életünknek célja, te vagy a mi reménységünk, tudjuk azt, ha minden körülöttünk összedől is, de te megmaradsz nekünk. És azt is tudjuk, hogy senki és semmi el nem szakíthat tőlünk, bennünket tőled. Semmi el nem szakíthat Krisztus szeretetétől. Hála neked ezért.
Köszönjük, hogy Te vagy a mi szabadítunk. Köszönjük, hogy általad velünk van az Isten. Uram, áld meg az életünket. Áld meg ünneplésünket. Áld meg családjainkat, gyermekeinket, gyülekezetünket és népünket. Jézus nevében köszönöm, hogy meghallgattál. Amen. Amen. Mondjuk el együtt a hónap ige versét. Eljöjj hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki ne elvegye koronát.